Tevékenységünkben az ismeretek terjesztése, a tanulás az egyik legfontosabb. Pápa múltjához hozzátartoznak a zsidó emberek, akik itt élnek, kereskedtek, tanítottak. Mindannyiunk számára fontos, hogy a várost jobban és más szemszögből is megismerjük. A 18. századi okiratok és összeírási feljegyzések azt mutatják, hogy Pápán és környékén jelentős számban telepedtek meg a zsidó családok, s a közösség 1748-ban védlevélben állapodott meg gróf Eszterházy Ferenc földesúrral, a fizetendő cenzus fejében biztosított jogaikról és a létrejövő hitközség működésének alapelveiről. A belváros régi, emeletes, polgári házai úgy épültek meg, hogy ne csak a funkciójuknak feleljenek meg, hanem szemnek tetszőek is legyenek. A főtér és a Kossuth utca épületeinek nagy része egykori pápai iparosok emlékét őrzi. Dr. Wallenstein Zoltán, pécsi főrabbi így nyilatkozott. A nő a zsidó múlt pillér cölöbzete, a nő a zsidó jövendő oszlop hordozója. Míg az egész nem zsidó antik világ azt tanítja, hogy az asszony csak szükséges rossz a földön, még a középkorban is úgy járja a szó, mulier non est facta ad imaginam dei. A nőt Isten nem a saját képmására teremtette. Mi zsidók már akkor vallottuk, most is úgy hirdetjük, hogy a férfi élete csak asszonnyal lehet teljes, a női csak a férfival tökéletes, és egyik sem Isten kegyelme nélkül. A mi női eszményképünk az Isten érező, hitestársát inspiráló, gyermekeit ideálokra fogó, összhangzatos művelt női lélek, aki előtt az élethivatást jelent. 100 évvel ezelőtt alapították lelkes zsidó asszonyok a Pápai Izraelita Nőegyesületet. Talán ők voltak az elsők nagy Magyarországon, akik a jótékony nőegylet létesítésének szükségét átérezték. Az egyesület keletkezésére vonatkozó adatokat jó részben dr. Lővi László, a pápai orvosok nestorának, az egyesület 29 éven át volt elnökasszonya férjének köszönhetjük, aki csodálatos memóriájában a már elkallódott feljegyzések után az egyesület alapítása óta eltelt első 50 év történetét híven megőrizte. A nőegyesület alakulása arra az időre nyúlik vissza, amikor 1752-ben pápáról kiűzött zsidók II. József császár türelmi rendelete folytán a szomszédos, különösen adász vagy magyar tevel községből visszatelepedhettek városunkba. A hitközségbe tömörített zsidó családok között csak hamar segélyre, támogatásra szorulók jelentkeztek, akiket a vagyonosabbak segítettek, gyámolítottak. A segélyezés rendszeressé tételére alakultak a különféle jótékony egyesületek, köztük a pápai izraelita nőegyek is, melynek alapját a Rohel Tevel néven ismeretes, Lessingerné köré csoportosult nők rakták le a múlt század elején. Az egyesület kezdetben igen szerény keretek között működött, azonban a pápai zsidóság szaporodásával lépést tartott az egyesület fejlődése, és a múlt század közepén már 200 tagról és 30-40 állandó segélyezetről számolnak be a feljegyzések. Az egyesület alapszabályai dr. Lővi Lászlóné elnöknő idejében készültek a 80-as évek elején. Dr. Lővi Lászlóné 29 éven át volt elnökasszonya a nőegyletnek, így emlékeznek rá. Fennkölt gondolkodású nagy asszony volt. Egyénisége, európai műveltsége, kikristályosult jelleme nagy tekintélye emelték. Mintaképe az igazi magyar zsidónőnek. Mély vallásossága nagy honszeretettel párosult. Szíve, mely kimerült a nagy munkában, csak jósággal és szeretettel volt tele. Nagyszámú szegényeink felekezeti különbség nélkül élvezték áldásos munkájának gyümölcsét. 40 évig volt tagja egyesületünknek, ebből 29 évig elnöknője. Vezetése alatt fejlődött nagyja és virágzott az egyesület. Nagy szervező képességével rendszeres gazdálkodást kezdeményezett, irányt szabott a jótékonyság gyakorlásának, s ezzel többen nagyobb segélyhez juthattak. Nemes hivatásának élt, maga ideadta példaadásul idejét, vagyonát, és értette ahhoz, miképp kell és lehet a jótékonysága mindig kész pápai zsidó asszonyok szívét az adakozásra megnyitni. Ösztöne vitte a szükséget szenvedők felkeresésére, és megérezte, hol van segítségre szükség. Mennyi fájó könnyet törölt le szívjóságával, mennyi tragédiát előzött meg legjobbkor érkezett segítségével. Hálás és könnyű feladat volt mellette a titkári teendők elvégzése. Blau Henrik, a pápai izraelitai polgári fiúiskola igazgatója, az egyesület volt titkára, így emlékezett. Ezt az önzetlen jótékonyságot, mint egyesületi titkár, 7 éven át közvetlen közelből láttam a pápai zsidó nőegyesületben, és felejthetetlen marad előttem az akkori elnöknő, néhai dr. Lővi Lászlóné, Wittmann Teréz bámulatos lelkesedése, találékonysága, amelyet az igazi nagyasszony ügyességével és jóságával párosítani, amelyel az egész választmányra hatni, mindenkit a megfelelő és megillető helyre állítani tudott. Visszaemlékezés. 1878-ban történt. A pápai zsidó elemi iskolában, mint mindig, a fiúknak feledhetetlen ünnepséget zárták a tanévet. A negyedik osztályt végzett, kipirult fiúk izgatottak, mert a jelenlévő szülőknek kihirdették, hogy a hitközösség a jövő tanévben középiskolát nyit, ahol a jobb bizonyítványt nyert tanulók folytathatják tanulmányaikat.
Ezek között van egy szegény kisfiú, aki ég a vágytól, hogy a középiskolában tanulhasson, de már is tudatában van a tornyosuló nehézségeknek. Érzékeny gyermek lelkével korán meglátta a szülői házban az élet gondjait. Tandíj, tankönyv, írószerek, ha nem is kerültek, mint most milliókba, de középiskolában már akkor is szegényebb szülőknek jelentékeny összegekbe. Az anya mérhetetlen szeretete azonban megoldotta a lehetetlennek látszó problémát, és egyetlen fiacskája a tanév elején a többi gondatlan gyermekkel együtt bevonult a pápai izraelita ortodox reáliskola első osztályába, és nem csak az Új utcán, de egész Pápán nem volt boldogabb gyerek nála. Jött azonban a szegény gyermek legnagyobb ellensége, a csúnya tél. A cipőcske lerongyolódott a kisfiú lábáról, az apa télen keveset keres, az anya betegen fekszik, és a kéregetéstől irtózó kis család nyomorba jut. Egy napon csuda történik. A beteg anya hölgy látogatót kap, aki a kisfiú részére új csizmát hoz magával. A gyermek ismét iskolába mehet anélkül, hogy akkor sejtelme lett volna, kiknek köszönheti boldogságát. A pápai izraelita nőegylet, mely 47 évvel ezelőtt így diszkrét módon gyakorolt jótékonyságot ott, ahol ezt nem kérték, bizonyára ma sem vár köszönetet ettől a kis zsidó fiútól, legválságosabb időben küldött kis csizmákért. Azt azonban nem fogja megtagadni tőle, hogy megköszönje azt, hogy alkalmat adtak neki erre a visszaemlékezésre. 1918. március 9. gyermek délután a Grip szálló nagy termébe. 1910. február 13. Bababazár és kartonbál. Az izraelita nőegylet nagy hölgybizottsága serényen dolgozik március 6-án, megtartandó bababazár és bál érdekében. A hölgyek már be is jártak a város nagy részét, hogy minél fényesebbé tegyék a bababazár sikerét. Az izraelita nőegylete a estéje. Várakozáson felüli sikert aratott az izraelita nőegylet által múlt vasárnap a Grip szálló nagytermében rendezette a estét. Heteken át folyt a készülődés ezen estére, és a rendezőséget valóban elismerés illeti meg, hogy a megjelent közönséget így kedélyes est élvezetében részesítette. Az estén 8 órára volt jelezve, és a 9 órakor már zsúfolásig megtelt a Grip terme. A teremben asztalok voltak elhelyezve úgy szinte sátrak, ahol az egylet választmányi tagjai teasüteményt árulgattak. A teát fiatal hölgyek szolgálták ki. Úgy 10 óra tájban asztalbontás volt, és akkor kitűnő hangulatban kezdetét vette a tánc. Az első négyest 32 pár táncolta, feszten és kitűnő hangulatban hajnali 3 órakor véget ért a kedélyes mulatság. Itt nyugszik dr. Lővi Lászlóné, Wittmann Teréz, született Csornán 1848. november 26. Meghalt Pápán 1912. május 1. 29 éven át haláláig elnöke volt a zsidó nőegyletnek, melyet lankadatlan buzgalmával ő virágoztatott fel. Bőségesen adakozott a szegényeknek az egylet pénzéből és sajátjából is. Itt nyugszik Özvegy Krausz Vilmosné, az izraelita nőegylet elnöke, született Korány Teréz, meghalt élete 72. özvegysége 24. évében, 1932. június 12. Eszélyesség és előrelátás, jóság és jótékonyság díszítették életét. Hitvesi hűség, anyai szeretet, rokoni ragaszkodással töltötték el lelkét. Áldás emlékére! Thank you.